megkérnék minden hölgyet, urat, kis gyerkőcet, hogy foglalja el a kinek tetsző rajtpozíciót. Több mint 200 nevezővel indult a Bogdány Mozdul idei első rendezvénye, a tavaszi kirajzás. A harmadik alkalommal meghirdetett szabadidős kerékpározáson 2, 4, valamint 10 kilométeres táv várta a nyerekbe pattanó résztvevőket a Dunabogdányi kerékpárúton. Indulás! A rendezvény célja, hogy minél többen tartalmasan, mozgással, sporttal töltsék a szabadidejüket, ezért is jött létre 2014-ben a Dunabogdányi Önkormányzat égisze alatt, civilekkel, valamint a Dunakanyar Szabadidős és Kerékpáros Túra Egyesülettel karöltve a Bogdány Mozdul kezdeményezés. Ez most már a harmadik alkalom. Valamit mindig újítani kell. Itt két dolgot tudtunk beújítani. Az egyik az elektromos kerékpároknak a tesztelési lehetősége, és a mountain bike pályát is egyre többen élvezi. Tavaly próbálkoztak vele, nézegették, egy-két felnőtt elindult, megnéztem, mi ez. Hát most meg sorban állás van már 2 órája, úgyhogy szerintem nagyon szép délután sikerült összerakni megint ebből. A mountain bike pályánk az, mi úgy találtuk, hogy annak a fő szerepe az, hogy olyan emberek, akik nem találkoztak még ezzel a sporttal, gyerekek, felnőttek, idősek, bárkinek legyen lehetősége technikailag egy olyan pályát teljesíteni, szűk kanyarok, hirtelen emelkedők, gyökerek, kövek, amik még biztonságosak, tehát nem egy világverseny színvonalán vannak, de már nem mindenki tudja teljesíteni, tehát nem tud olyan szűken elfordulni, nem tud hirtelen akkor a teljesítményt kiadni magába, hogy fölmenjen azon a rövid meredeken, ezért tettük ezt meg, hogy legyen lehetőség kipróbálni, nem egymással versenyeznek az emberek, hanem az idővel. Nem hirdetünk első, második, harmadik helyezetet, el fogjuk mondani, ki a legjobb, és el fogjuk mondani, mennyi volt az ideje, hogy aki teljesít és tudja, hogy 4 perc, 20 másodperc alatt ért végig, az össze tudja hasonlítani mondjuk egy amatőr versenyzőnek a idejével, itt vannak többen is, még nem árultuk el, akik fognak menni egy-egy kört, és mondjuk 2 percen belül beér. Hogy hova lehet fejlődni, mit lehet tudni, meg lehet nézni, hogy hogy megy körbe, hogy oldja meg technikailag. Az esemény kísérő rendezvényeként mountain bike pályán való versenyzés mellett egy bemutató keretében elektromos kerékpárok kipróbálására is lehetőség nyílt. Igen, tavaly nem volt ilyen lehetőség. Ilyen lehetőség az országban idáig még csak egy volt, tavalyi kerékpáros kiállításon, a BMW-n vagy Hungespo-nak hívják most már. Ott volt egy tesztpálya fölállítva. De idén megpróbáljuk ezt a kerékpárt megmutatni a közönségnek. Egy kicsit elmagyarázni, miről is szól, hisz egy nagyon drága járműről van szó, hisz egy használt autó árával vetekszik, hisz 8-900 forint egy jó elektromos kerékpárnak már az ára, és nagyon kevés lehetőség van ezeket tényleg élőben tesztelni, mert erről beszélni hiába beszélünk, elmondhatok bármit, de hogyha nem ül rá az ember és nem próbálja ki, hát akkor nem fog érezni a különbséget. Az elektromos kerékpároknak gyakorlatilag ő az őse, vele sok helyen lehet találkozni, az első kerékben van egy agymotor. A csomagtartón van egy akkumulátor, és gyakorlatilag ez a kerékpár az első kereket hajtja. Ezen semmi bonyolult nincsen, van egy kezelőszerv, itt ő, a biciklinek a kormányán, ahol kibe tudom kapcsolni, tudom nézni, hogy mennyire van töltve, és meg tudom nézni, hogy milyen erős rásegítést szeretnék. Ez a legegyszerűbb, ez gyakorlatilag egy dolgot tud, folyamatosan haladni, ameddig az akkumulátor le nem merül. Ennek az a hátránya, hogy az első agymotor, annak van ellenállása. Tehát amikor lemerül az akkumulátor, az bizony hajtani kell. Egyébként 20-25 kilós kerékpárokról beszélünk, hisz nagyon nehéz akkumulátor is, és a motornak is komoly súlya van. Egyébként teljesen ugyanúgy, mint egy átlag kerékpár, és ugyanúgy is kell használni. Aztán jön a következő kerékpár, amelyik ott van, az pedig agymotoros. Ez azt jelenti, hogy a hajtókarnál lent van a motor része. Az akkumulátor ugyanúgy van elhelyezve a csomagtartón, mint a másikon, és a kezelőszerv is ugyanúgy van. Annyi, hogy itt a kijelző már középre került, és attól függetlenül ezekkel a pici kis gombokkal, amik itt laknak, ezekkel lehet szabályozni a rásegítést. Ő neki már azért fejlettebb, mert a súlypontja sokkal jobb, tehát már könnyebb. Nem az első kereket hajtja, ami szokatlan egy kerékpárosnál, például Murvára megy, homokos területre megy, olyan furcsán elhúzza az elejét. Ez már úgy hajt, mint egy átlag kerékpár, hisz ugyanott hajtjuk. És ami nagyon jó, hogy nézi a kerékpárosnak a
pedálozási szokását, és nyomatékot figyeli, hogy mekkora nyomással nyomjuk le, és ahhoz képest állítja be a rásegítés mértékét. Tehát ővel már sokkal komfortosabb menni, kevesebbet fogyasztanak, mint ezek az mint a régebbi kerékpárok, nagyobb a hatótávolság, nagyjából duplája, akár 80-100 km-t is el lehet vele menni, hogyha nagyon pici rásegítéssel használjuk. Azt hittem, hogy nem kell tekerni sem. De nem jött össze, ez nem jött össze, tekerni kell. Abba biztos, hogy nem kell. Tehát kellett. Kellett. Csalódás. Okay. Ennek is csalódás volt. Hát, gyerekek, nem kérdezik a szöget, rossz. Nem, nagyon jó volt. Nagy Balázs elmondta, az elektromos kerékpárok napjainkban hatalmas fejlődésen mennek keresztül. A legújabb típusok olyan szoftverrel rendelkeznek, amely egyénre szabottan ismeri ki használója szokásait, és a kerékpára rásegítést is eszerint alkalmazza. Ezekkel az okos generációs kerékpárokkal egyetlen alkalommal már 200-250 kilométert is meg lehet tenni. Így amikor ezt ki tudtuk próbálni, akkor rájöttünk, hogy nem helyettesít ez semmit. Ez egy teljesen új világ. Nagyon nagyra nyílik, kitágul minden. Olyan, mint a bicikli az ember átül egy autóra, hogy akkor messzebbre mehet, többet lát, gyorsabban haladhat, és meg kell tanulni használni. Tehát ha elmegyek az erdőbe kirándulni, akkor nem 50-60 kilométert megyek el, vagy ha edzett vagyok, kell menni 80-100-at is, de az már edzetnek kell lenni. Egy átlag ember kondiával, viszont ezekkel a kerékpárokkal akár 70-80 kilométert is megtehetek az erdőbe. A rendezvényen a Bogdány Mozdul programjain igazoltan résztvevők között egy kerékpár is kisorsolásra került. Növelve a győzelem esélyét, egy név többször is bekerülhetett a neveket tartalmazó dobozba, annyiszor, ahányszor az e kezdeményezés által szervezett programon az illető részt vett. Feltétel volt továbbá, hogy a kihúzott személy jelen legyen a sorsolásnál. Mi lesz ebből, gyerekek? Az is érdemel valakit. Ahol a nek tekla! Ahol a nek tekla! Nagyon jó! Gratulálok a biciklihez! 1000 balesetmentes kilométeretek, és mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki itt volt. És nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen szép szemben részt vettetek. Idén lesz még a teljesítménytúra májusban. Most összevontuk a májusit meg az őszit, és lehet indulni 5-10-20-30 kilométeren. Nagyon szép kis gyalogtúra lesz a környéken, érdemes eljönni. Utána lesz nekünk egy brutálfutásunk. Brutálfutás a szokásos, ha nem is akkor a közönség jön el, bár nagyon szeretnénk, mert ez a brutálfutás ez egy jól bevált régi dolog. Mások nagyon sokat csináltak még. Mi nálunk a különlegesség, hogy magunknak csináljuk, helyben csináljuk, jól érezzük magunkat. És a mezőny végén mindenkit elengedünk, aki akar a legelején is indulás 5 órával, és gyalog is meg lehet tenni. Tehát gyerekekkel, óvodásokkal, bárkivel végig lehet sétálni, nagyon jó négy kézláb mászni a sárba, próbálkozni, kötéllel leengedni, lecsúszni fenéken a domboldalon. Tehát fantasztikus élményt tud az is nyújtani, oda is várom mindenkit szeretettel. Majd lesz a Duna átúszásunk, ugye amely egyik legnagyobb programunk itt. Augusztus 12 lesz idén, tehát nem 6-a, 12-e lesz különálló programként, egy fesztiválként, táncversennyel, evezős programokkal kibővítettük, és utána lesz még nekünk még egy nagyon szép programunk, ami még nem volt. Egy horgászverseny köré épülő, nagyon klassz program, ez ugyancsak Dunaparti program, ez még a jövő zenéje, de ez is kiderül hamarosan. Van bőven feladat. Van bőven, igen.